estét kívánok, szeretettel köszöntöm kedves nézőinket, önök a Karcag Televízió adását látják. Nagykunsági Krónika című közéleti magazin műsoron következik, kérem tekintsék meg ma esti műsorajánlónkat. Kedves nézőink, svájci cserediákok jártak városunkban, a témával kapcsolatban Aktuális Kérdések című heti magazin műsorunk mai vendége, Nagy Éva, a Karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola igazgató helyettese. Köszöntöm kedves nézőinket, mai vendégünk Nagy Éva, a Karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola igazgató helyettese, akit azért hívtunk ma meg egy stúdió interjúra, mert svájci diákok jártak városunkban. Szeretettel köszöntöm, örülök, hogy elfogadta meghívásunkat. Köszönöm szépen a meghívást, és én is köszöntöm a nézőket. Ez nagy dolog az iskola életében, gondolom az, hogy külföldről érkeznek diákok. Ez cserediák program, vagy milyen keretek között valósulhatott mindez meg? Igen, ez egy cserediák kapcsolat, már több mint 10 éve tart az iskola és egy zürichi középiskola között, és nagy szeretettel mennek minden évben a mi gyerekeink is Svájcba, és a svájci diákok is örömmel jönnek hozzánk. Hány fős delegáció érkezett Karcagra, és mikor jártak városunkban? Szeptember utolsó hetében voltak nálunk, 20 diák volt, és 2 felnőtt, 2 tanár jött velük. Mit csináltak, hogyan telt, mennyi ideig voltak itt egyáltalán, egy hétig, 2 hétig? Magyarországon egy hétig voltak, vasárnap jöttek Karcagra, és csütörtökön mentek fel Budapestre, és ott töltöttek még 2 napot, és utána indultak haza. És hogyan kell elképzelni egy-egy ilyen utazást vagy programot, hol vannak például elszállásolva, tehát lehet olyanról hallani, mikor mondjuk Karcagról kimennek gyerekek külföldre, hogy családoknál vannak elhelyezve, ezt önök hogyan valósítják meg? Ez a lényege a programnak gyakorlatilag, és szerintem az óriási értéke is, hogy mind a mi gyerekeink, mind a svájci gyerekek családoknál vannak elszállásolva, így jobban megismerik a helyi kultúrát, a helyi értéket, és a nyelvet is jobban tudják gyakorolni, hiszen rá vannak kényszerítve, nap mint nap beszélniük kell, kommunikálniuk kell egymással és az adott családdal. Hogyan telt az a jó néhány nap, ugye vasárnap, hétfőket, szerda, csütörtök, akkor 5 napot töltöttek Karcagon, hogyan teltek ezek a napok, milyen programokat szerveztek nekik, mit mutattak meg a városból, illetve a környékről? Vasárnap úgy szokott történni, hogy amikor megjönnek a vasútállomáson, akkor a helyi családok várják őket, és ez családi program, egy kis ismerkedés, mindenki máshova viszi a gyerekeket és a családokat, bár a mi gyerekeink szoktak valami közös kis csapatépítő programot szervezni. Hétfőnként bejönnek az iskolába, tehát megismerkednek az iskolával, tanórákra járnak, nagyon örülünk neki, hogy érdekli őket a magyar oktatás, és nagy örömmel ülnek be az óráinkra, és ezzel a délelőtti napjuk el is telik. Délután pedig az idén egy kis előadást hallgattak meg, ők kérték, hogy számukra idegen és ismeretlen a magyarországi szocializmus története, és erről hallgattak előadást az egyik kollega, történelemszakos kollega előadásában. Kedden a várost ismerték meg, ugyanis a Szamos Marcipánnál voltak, mézes kalácsot készítettek, városnéző sétán vettek részt, és hétfőn még a polgármesteri hivatalba is voltak, és jegyző úr bemutatta nekik egy kicsit röviden összefoglalva a város történelmét. Szerdán pedig mindig ki szoktak mozdulni a városba, és a környéket nézik meg. Korábban Debrecenben voltak, most pedig Egerben és a Hortobágyon, ugyanis nagyon szeretik a természetet. És mindig kérnek valami természetbe eltölthető programot, most madárgyűrűzés volt a Hortobágyon, nagyon érdekelte őket.
és akkor csütörtökön reggel pedig kikísértük az állomás őket, és indultak Pestre. És Pesten mivel tölthették vajon az idejüket? Pesten a terrorházában mindenféleképpen, mert ennek is városnézés van számukra. Jó idő volt rájuk, úgy gondolom, amikor itt voltak ezekben a napokban. Mi az, ami, ugye gondolom, beszélgettek velük, értékelték a programokat, eseményeket, mi volt az, ami például a városból a legjobban tetszett nekik? Szerintem minden érdekelte őket, különösen a kun hagyományuk és a kun örökség, az nekik egy kicsit idegen volt és új volt, és ez nagyon, nagyon érdekelte őket. Ami ugye párhuzamban vonható volt a protestáns vallás, tehát ez egy közös kapocs volt, de érdekelte őket nem csak a református templom, hanem a görög-katolikus templom is. A hazai, a karcagi gyerekek mikről számoltak be, hogyan töltötték az időt a svájci cserediákokkal, hogyan kommunikálnak például? Nagyon érdekes, mert mindkét nyelvet használják. Ugye nálunk azt tudni kell, hogy az első idegen nyelv az angol, azt tanulják 5-6 órába, legkevesebb 4 órába tanulják a gyerekek. Az orosz, latin és a német pedig második idegen nyelv, és csak heti 3 órába tanulják a gyerekek, de ugyanakkor mindkét nyelvet használják a svájci diákokkal. Tehát kinek melyik megy jobban, melyiket tudja könnyebben alkalmazni, de úgy gondoljuk, hogy mindenféleképpen mindkét nyelvhez nagyon nagy segítség, nyelvtanuláshoz nagy segítség ez, hiszen a nyelvvizsgák számát ez is növeli. Ebben az évben a karcagi diákok voltak-e már kint Svájcban, vagy még ezután következik? Ebben a tanévben még nem, ugyanis ez úgy szokott történni, hogy ősszel jönnek ők, és tavasszal megyünk mi. Tehát tavasszal voltunk az előző tanévben. Tehát akkor már megvan jelölve gyakorlatilag a dátum? Konkrétan még nincs, de tudjuk, hogy tavasszal lesz valamikor. És innen hány fős delegáció fog menni? Ugyanannyian szoktunk visszamenni, tehát 20+2. De nem mindig ugyanazok nem, a gyerekek természetesen mennek? Természetesen nem ugyanazok a gyerekek mennek, de akik fogadnak itt diákot, azok mennek elsősorban vissza. Hiszen ez így korrekt, úgy gondolom. A felnőttek, tehát a tanárok szoktak esetleg külön kiutazni, vagy az ottani tanárok ideutazni, tehát arra vagyok kíváncsi, hogy gondolom azért csak összehasonlítják az oktatási rendszert, illetve azt, hogy azok a gyerekek mit tanulnak az iskolába, illetve önök mit tanítanak itt a helyi gimnáziumban, tehát ilyen tapasztalatcseréket, megbeszéléseket szoktak eszközölni a tanulásokkal kapcsolatban, tanítással kapcsolatban. Általában minden évben más kolléga jön, és más kolléga megy. Egy kolléga, aki nálunk is fix, és aki az egész programot kitalálta, és beindította, és nagyon lelkesen azóta is csinálja, Tóth Mária kolléganő, ő minden évben kimegy a csoporttal, hiszen ő szervezi meg, és neki vannak meg a kapcsolatai, de igyekszünk minden évben más kollégát kivinni. Tehát tantestületileg nem tudunk kimenni, de próbáljuk azt megoldani, hogy minél többen, minél szélesebb körben a tantestületből kijussanak, és megismerjék a kinti oktatást is. Illetve fordítva is így működik a dolog, hogy általában mindig más kolléga jön. Tehát akkor elmondhatjuk azt, hogy értékelték, jól sikerült ez igen, a program. Igen, nagyon tetszett nekik az itteni program, és mind a két fél megállapította gyakorlatilag, hogy mennyire értékesek a másik iskola gyerekei is, és mennyire tehetségesek. Gratulálunk, és ma jó utat és jó tapasztalatszerzést kívánunk a tavaszi utazáshoz. Köszönjük a karcagiaknak. Most más téma a gimnázium életéből. Mi az, amire készülnek, milyen programok várnak majd akár a tantestületre, akár a diákokra a közeljövőben, ha jól tudom, akkor talán a gólyákkal lesz kapcsolatos az első. Így van, az október ugye az a beiskolázási hónap és a gólyák beilleszkedésének a segítése. Október vége fele kezdődik a gólya hét, a 26-ában kezdődő hét lesz ez, és ilyenkor ugye mindig vicces feladatokat kell a 9-es osztályoknak hol előre kiadva, hol pedig ott helyben váratlanul és hirtelen megoldaniuk. Ez nagyon jól összekovácsolja az osztályokat, mind az osztályfőnökkel, mind pedig magát az osztályt. Nagyon szokták élvezni a gyerekek. És a 10-esek pedig arra készülnek, hogy csütörtökön a lezárásaképpen ennek a heti programnak a Dérinében egy-egy műsort adnak elő a 9-esek tiszteletére, ami szintén egy vidám jelenet szokott lenni általában az iskolai életéből.
és tavaly nagy-nagy sikere volt, már 8-osokat is meghívtunk, hogy tervezzük az idén is, hogy bemutatjuk egy kicsit az iskola életét a diákok szemszögéből. Hány első osztály, illetve most már ugye úgy mondjuk, hogy 9. osztály indult az intézményben, tehát hány kis gólya van az iskolában? Ugyanúgy, mint tavaly, 3 első, 9. osztályunk van. Van egy emelt angolos osztályunk, van egy természettudományi osztályunk, ugye a matematika, fizika és a biológia, kémia tagozatos csapataink, és van az egészségügyi szakgimnázium, ugyanis ugye az idén már változott a neve, de ők is tovább futnak. Beindult a versenyszezon is, hogyha jól gondolom. Tud-e már esetleg eredményekről beszámolni? Még nagyon az elején vagyunk, még inkább csak a jelentkezéseknél, de most hétvégén Debrecenben országos református atlétika verseny volt, és elég szép eredményeket értek el a diákjaink, első, negyedik és ötödik helyeket hoztak el, illetve szintén egy országos református versenyen a reformáció 500. évfordulójával kapcsolatban Rejtőzködő kincseink címmel írtak ki egy verseny, ahol az egyik diákunk az iskolánk könyvtárának értékes könyveit mutatta be, és első helyezést ért el, és egy németországi utat nyert vele. Sok verseny van egyébként egy tanévben? Szerencsére elég sok helyen megmérethetik a gyerekek magukat. Ez azért is jó, mert ugye egyháziskolaként nem csak az állami versenyekre indíthatjuk a diákjainkat, hanem az egyházi versenyekre is. És én azt gondolom, hogy ez hozzájárul ahhoz, hogy ők sikeresen felvételizzenek, sikeresen érettségizzenek. Mi az iskola erősség egyébként? Tehát hol szoktak, milyen területen szoktak a legjobb eredményeket elérni a diákok? Nagyon érdekes, mert szinte minden területen. Ugye természetesen a C-osztályaink ők inkább a természettudományokban, tehát biológia, földrajz, kémia, fizika, matematika. A B-sek ők angolból, illetve németből érnek el szép eredményeket. Akár online versenyeken, akár nyelvvizsgákkal sikeresen felszerelkezve hagyják el az iskolát, és a szakképzősök pedig leginkább a szakmában próbálkoznak. Készülnek ugye majd egy következő programra is, ahogy mondta interjú előtt már gőzerővel, ez pedig a szalagavató mikor lesz? Ugye ez gyakorlatilag az egész várost érdekli minden évben, a szalagavatós időszak, mit lehet tudnunk a gimnáziumban, hogy folyik ezzel kapcsolatban a munka? Nagyon örülünk neki, hogy tényleg ez az egész várost érinti, és érdekli, és jönnek nagyon sokan, hál' Istennek. Ez november 19-én lesz, és tényleg a 3 végzős osztályunk nagyon lelkesen készül, keresik az újabb lehetőséget a próbára, hogy minél tökéletesebbek legyenek a táncok, és minél szebben sikerüljön a szalagavató. Esetleg lehet-e tudnunk valamit arról, hogy milyen táncokat fognak előadni, ha nem is mindet, akkor egyet-kettőt meg lehet-e belőle nevezni? Természetesen a klasszikus keringő az most is megjelenik, és lesznek egy kicsit vidámabb, lazább táncok is, mint például a csacsacsa. Mi az, amire még készülnek, majd milyen programok várnak még a diákokra ebben a tanévben? Decemberben ugye mindig a karácsony, egy nagyon fontos rendezvényeink vannak, karácsonykor az adventre készülgetünk, mind lelkileg, mind pedig magát fizikálisan megjelenítve az épületben a hangulatilag is. És utána pedig tavasszal már készülünk az érettségire, az, ami igazán nagy rendezvény. Előtte ugye a hajdúmoharos versenyünk lesz, és aztán szokásos rendezvényeket igyekszünk minden évben megtartani. A vasmaratont, a csendes napot, amik ugye úgy már hozzánőttek az iskolához. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Sikeres rendezvényeket kívánunk, ahogy elmondta, nagyon sok program vár önökre, és a versenyeken pedig szép eredményeket kívánunk majd a diákoknak. Köszönjük szépen, remélem, hogy sikerül. Köszönöm, hogy itt volt. Kedves nézőim, már megköszönöm figyelmüket. Kedves nézőink, most az elmúlt napok fontosabb eseményeit összefoglaló karcagi híreink következnek. Az urnákhoz járuló elsöprő többsége elutasítja az Európai Unió javaslatát a menedékkérő tagállamokba történő kényszerbetelepítésével kapcsolatosan, derült ki az eredmények összesítése után.
ahogy az országban mindenhol az összes Jász-Nagykun Szolnok megyei településen is a nem szavazatok voltak túlsúlyban a voksok összesítésekor. Karcagon a szavazáson megjelentek száma 7841 fő volt, a nem szavazatok száma 7323, az igen szavazatok száma 116, a szavazáson megjelentek aránya 48,45%. Hogyan értékeli miniszter úr a népszavazásnak az eredményét? Több mint 3 millió ember akaratnyilvánítása egyértelmű, nem kérünk a bevándorlásból, a betelepítésből, és ez egy olyan jelentős akaratnyilvánítás, amit nem lehet figyelmen kívül hagyni, sem a belpolitikában, sem az Európai Unió szintjén. Az is bebizonyosodott, hogy csak a Fidesz az a párt, amelyre a magyar emberek számíthatnak, hiszen a többi pártok vagy bojkottal, vagy csendes, hallgatólagos semmit tevéssel elfogadták, vagy akár az igen mellett is buzdítottak itt a népszavazásra. Nem vették komolyan ezt a rendkívül fontos kérdést. Megnézném én azt, hogy mit mondanának akkor, hogyha hirtelen 1-2 millió bevándorló lepné el az országot, ugyanazok, akik most távol maradtak, vagy távol maradásra biztattak. De én örülök annak, hogy a magyar társadalomnak az aktív politika iránt érdeklődő meghatározó része részt vett a szavazáson, és egyértelműen a kormány mellé állt. Elfogadták azt a véleményt, hogy nemet kell mondanunk a betelepítésre. A következő napokban mi fog történni? Az országgyűlés, illetve a kormány előtt van most a feladat, hogy megfelelő törvényi formát öltsön az akarat, amit az emberek kinyilvánítottak, illetve Brüsszelben is egyértelműen jelezzünk el azt, hogy a magyar kormány mögött emberek millióknak a véleménye áll. Ez egy kellő alap a kormányzáshoz, a kormányzati lépésekhez, egy olyan alap, amire tudunk támaszkodni az elkövetkező hónapokban. Köszöntöm nézőnket, hamarosan kezdődik az Ózon Világnapja Karcagon 2016 elnevezésű rendezvény, hogy mi is ez pontosan, arról Weingartner Balázssal beszélgetünk. Több szervezője van ennek a mai napnak, de kik? Ugye az elektronikai hasznosító központot, hulladékhasznosító központot kértük fel, hogy partnerünk legyen ennek a rendezvénynek a megszervezésében. Ugye mi, mint a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő ZRT társultunk be ennek a mai napnak a megszervezéséhez, és természetesen a hulladékhasznosító központnak ugye a tisztelt tulajdonosai is bekapcsolódtak ugye a napnak a szervezésébe, hiszen ugye úgy gondoljuk, hogy az, amit ugye ma itt szeretnénk a szakmai nap keretében a tisztelt megjelenteknek és ezzel együtt ugye a lakosságnak is és a nézőknek is közvetíteni, annak a fontossága ugye abban rejlik, hogy a hulladék ugye nem csak ugye úgy kell rátekintenünk, mint egy hogy mondjam, elkerülendő rosszra, amelyet ugye minél hamarabb túl kell, hogy adjunk rajta, hanem értékként, amely értéket meg kell becsüljük, és amely értéket, ha nem becsüljük meg, akkor kerülhet rossz helyre, és kerülhet olyan környezetkárosító, környezetszennyező helyzetbe, amelyet mi mindenképpen így közös erővel szeretnénk elkerülni, és mind a szakmai stábnak, mind pedig a lakosságnak azt közvetíteni, hogy ennek a kezelése, ennek az értéknek a megbecsülésére itt vagyunk, itt vannak a partnerek, és számíthatnak a mi segítségünkre, csak az ő partnerségüket is kérjük hozzá. Az előzetesben olvastam a meghívóban, hogy egy együttműködési megállapodás is lesz ma. Kik fogják ezt aláírni, és mit fog tartalmazni? Igen, tehát ugye tulajdonképpen az NHKV ZRT, valamint ugye a hulladékhasznosító Kft. Fog aláírni egy együttműködési megállapodást, amelynek az lesz a legfontosabb, és mondjam, mondani valója, mondhatom így üzenete, hogy ugye a két cég együttműködik abban, hogy ezeket a speciális hulladékokat, ugye az elektronikait és kifejezetten ugye a hűtőgépeknek a hasznosításában közösen igyekszik érvényesíteni azt a hazai know-how-t, amely ugye itt Karcagon meg tudott valósulni, és igyekeznek ugye a begyűjtendő hulladékok mennyiségét egy közös szemléletformálással, a szakmának a közös segítségével minél magasabb szintre emelni, és ezzel ugye hát a környezetvédelmet, ennek a kiforrott technológiának az alkalmazását minél szélesebb körűvé tenni. Elindult a hűtőgép csereprogram is, ami ugyanúgy a nagy gépek cseréjeként ez folytatódik most. Gondolom, hogy ez is mind az ózonhoz kapcsolódik, hiszen ez a kulcsszó a mai napon, és a freon a másik kulcsszó, amiről beszélgettek. De mit tud erről elmondani, mennyire népszerű ez a csere
Ugye hát az NFM-től kapott információk szerint a hűtőgépcsere program hatalmas népszerűségnek örvend, meg is emelték ugye a keretet egy jelentős mértékkel, annak érdekében, hogy az összes pályázó ugye részesülhessen támogatásban. Őszintén vagyok, most nem vagyok napra kész, hogy jelenleg hogy áll a pályázatok elbírálása, de ugye hamarosan megkezdődik a valós ugye hűtőgépcseréknek ugye az eszközölése. Ami nagyon fontos, és ugye a lakosság számára talán ez egy fontos üzenet tud lenni, hogy a hűtőgép ugye sokan ugye óckodnak attól, hogy a hűtőgép mint hulladék, ugye ez egy veszélyes hulladéknak tekintendő. Ugye ha azt említjük, hogy veszélyes hulladék, mindenki megretten, hogy úristen, itt nem tudom én atomerőművi hulladékról, savról és egyéb káros hatásokról van szó, holott ugye ezek a hulladékok, amiket itt is, ha körülnézünk a telephelyen, mint egy mikro, egy tévé vagy éppen egy hűtőgép, ugye körülvesznek minket az otthonunkban, tehát nem kell félni attól, hogy valaki veszélyes hulladékról beszél, mert lehet, hogy az egy abban a kontextusában egy otthoni használati cikkre vonatkozik. És ugye ami fontos, és a mai ózonnapnak a fontos, legfontosabb üzenete, hogy a freongázok, illetve ugye ezek a klasszikus CFC gázoknak az elkerülése vagy a légkörbe jutását azzal is sajnos elő tudjuk idézni, hogy mondjuk egy hűtőgépet nem szakszerűen bontanak szét. Hiszen ugye ennek egy zárt közegben kell, hogy megtörténjen, ugyanis a freon részecskék beleépülnek a hűtőgépnek a habjába, ugye, ami szigeteli ugye a gépeket belülről, illetve hát ugye a külső borításon belül, és hogyha ezt a habot megbontjuk, tulajdonképpen már akkor elkezdenek ezek a részecskék felszabadulni, és a légkörbe jutnak. Így ugye, ha mondjuk mi szakszerűtlen helyen adunk le egy hűtőgépet, és ott mondjuk a fém miatt, amely ugye takarja a hűtőgépnek ezt a hab részét, vagy akár a műanyag miatt elkezdik ezt megbontani, ezzel már egy nagyon komoly környezetkárosító hatást érünk el. Tehát ez az ózonnapnak talán a legfontosabb üzenet a lakosság számára, hogy kérjük, hogy ennek a tudatnak képviseletében, ennek a tudatosságnak a jövőbeni alkalmazásában segítsék azt, hogy a hűtőgépek ilyen kezelt helyszínre érkezzenek, és a legkiforrottabb technológiával kerüljenek az ártalmatlanításra. Reméljük, hogy akkor mindenki ezt figyelembe is fogja venni. Mi jó és hasznos tanácskozást kívánunk Önöknek. Köszönjük szépen, és nagyon szépen köszönjük az itt létet, és ugye reméljük, hogy mindenben tudunk majd segíteni a jövőben is Önöknek. Köszönöm szépen. Puskás Lászlóval, az elektronikai hulladékhasznosító Kft. Ügyvezetőjével beszélgettünk. Gondolom örültek a felkérésnek, amikor Karcagra hozták ezt az Ózonvilágnapja rendezvényt. Igen, nagyon, nagyon pozitívan érintett bennünket, hogy az újonnan alakult NHKV ZRT ennek az országos programnak a keretében elsőként bennünket választott székhelyül, és tulajdonképpen az, hogy ők koordinálják a kommunális hulladékból kikerülő elektronikai hulladékok feldolgozását mifelénk, ez nekünk egy óriási segítség. Úgyhogy magunk részéről mondhatjuk nyugodtan, hogy gyakorlatilag olyan 30%-os növekedést várunk ettől az együttműködéstől. És hát reméljük, hogy azért a lakosság is megérti, hogy nem csak a hűtőgépcsere programban résztvevők, hanem más is, hogy olyan helyre kell vinni ezeket megsemmisítésre, akik értenek hozzá és nem károsítják környezetünket. Ez valóban így van, ugyanis ma ott tartunk Magyarországon, hogy az elektronikai hulladékoknak a mennyisége egyfőre jutóan olyan 4 kg per év, amit feldolgozunk. Ez egy kicsit nyugatabbra tőlünk, olyan 8-12 kg között mozog. Tehát lehetőség még bőven van, mind a feldolgozás szempontjából, mind pedig a lakosok szempontjából, hogy többet gyűjtsünk be. És ha többet gyűjtünk be, akkor kevésbé terheljük a környezetünket egyrészt, másrészt pedig olyan anyagok jutnak vissza a termelésbe, amelyek nagyon fontosak. Akkor erre a mai nap nagyon alkalmas lesz, hogy erről beszélgessenek. Jó szakmai tanácskozást kívánunk Önöknek. Nagyon szépen köszönjük. Szép számban gyülekeznek a szakmai befektetők is, tulajdonosaink is itt vannak. Én remélem, hogy a nap második fele az előadások után tényleg erről fog szólni. Köszönjük szépen! Köszöntöm nézőnket az Akácsziget fürdőből. Sánta Lászlóval beszélgetünk, hiszen szeptember közepe motoros találkozó. Ez most viszont jobb, mint ami találkozó 15. alkalommal. Azt gondolom, hogy nem nagyon sok szabad hely van, pedig még szombat délután van. Igen, szerencsére. Hát számadatot ugyan nem tudok mondani, de már tegnap délután látszott, hogy lehet, hogy ez a jubileum egy kis rekordot is fog majd jelenteni.
Tudjuk, hogy körülbelül mely országokból érkeztek, hiszen azért mindig vannak vendégek is. Hát az állandó vendégek, akik nyilván Magyarország minden szegletéből, Szlovákiából, Romániából szoktak érkezni, de most itt a tegnap este, ahogy kapkodtuk a fejünket, azért előkerültek német rendszámok is, szlovák rendszámok is, illetve egy virginiai rendszám a tengeren túlról. És ukrán rendszámot is láttunk, ahogy itt mentünk. Elképzelhető, én azt nem láttam még, de az nem jelenti azt, hogy nincsen. Azt hiszem, hogy az, hogy ilyen sokan jönnek, az azt is jelzi, hogy szeretnek idejönni a motoros barátok. Igen, sok embernek az a véleménye, hogy a karcagi motoros találkozó egy kicsit másabb, mint a többi. Nyilván próbáljuk ezt ilyen családiasan megtartani, hogy mindenkivel próbálunk barátságot ápolni, illetve nagyon kevés olyan strandos találkozó van, ahol a medence mellé lehet telepíteni a színpadot, és gyakorlatilag a medencéből lehet a műsort végignézni. És melegvizes medencéből. Igen, és hát a karcagi az ilyen. De beszéljünk egy picit a programokról, hiszen ezzel a három nap alatt sok-sok minden vár az itt ide érkezőkre, és azokra is, akik csak a programokra szeretnének kijönni. A tegnapi nap már négy koncertet kivégeztünk, fogalmazhatok így. Most de az zenészeket nem, úgyhogy soroljuk fel, kik voltak. Kezdett a Kabinláz, ők Püspökladányból, aztán Budapestről az Action és a Hollywood Rose, és a Short a Brain Drain nevű zenekar zárta. Aztán a mai nap egy kicsit lájtosabban indult, nyilván kipihenve a tegnap esti fáradalmakat, akik kulturális programigényre vágytak, azokat a Tűzoltó Múzeumban kísértük el, és ott Lévai Kálmán katasztrófa védelmi parancsnoknak vagy kirendeltségvezetőnek a tárlatvezetését nézhették végig. Utána volt egy kis strandolás, pihenő, most végeztünk épp felvonulással, most fognak kezdődni majd a szokásos erő és ivó versenyek, aztán a nap folyamán újabb négy koncert fog elhangzani. Egy karcagi illetésségű zenekar lesz, most fejből nem tudom megmondani a nevüket, szégyen vagy nem, de most olyan annyira szertágazik már a gondolat, hogy vannak kimaradások. Utánuk lesz a Heartkillerök, debreceniek, aztán a Moby Dick, és a napot zárja a Nem Csak Barry. Közben lesz egy meglepetés műsor, amit nem tudom, hogy most itt lehet-e nevesíteni. Két striptease táncos nő jön, és megmutatják a bájaikat ma éjfélkor. Akkor ez egy éjféli meglepetésnek lehet nevezni, és akkor tulajdonképpen a vasárnap az mindig a kis összepakolás, búcsúzkodás, és majd találkozunk legközelebb, szó. Még egy záró strandolás, és mindenkit áll. Így van. Így van. Mi azért régóta járunk ide, és látjuk azért, hogy nagyon sok visszatérő van, akik azért ismerősként és barátként köszöntik itt egymást. Ez is fontos azért, nem, hogy visszajönnek, és mint egy kis nagy család. Persze, ez nekünk is egy visszajelzés, mert ha van, aki évről évre visszajár, az nyilván azt jelenti, hogy a rendezvénynek az irányvonala jó felé mutat, és szeretnénk ezt, hogy ha már 15 éven túl vagyunk, hogy legyen még 15, vagy akár több, vagy ameddig tudjuk csinálni. Hát akkor én is ezt kívánom, az időjárás az nagyon kegyes, hiszen azért délelőtt volt egy kis esőcske, de itt most már tényleg ideális minden ahhoz, hogy jól sikerüljön ez a találkozó. Én azt kívánom akkor, hogy legyen még plusz 15. Rendben, köszönjük szépen. Befele mehet már, mert gyakorlatilag itt a Sonciban nem biztos, hogy nem. Hopp! Ha kész vagytok, rajta! Egy próba, Gabi? Itt a 15. karcagi motoros találkozónak a vége fele, a háromnegyede fele járunk, és nagyon sokszor megkaptuk már azt itt sok mindenkitől, hogy milyen jó bulit csinálunk, meg milyen jók a strand, milyen jó az, hogy a város milyen szeretettel fogad mindenkit, de az a lényeg, hogy ez nem csak a mi érdemünk,
hanem itt, amit ugyan nem biztos, hogy láttok, vagy láthattok, de van egy háttér dolog, ami kapcsán van egy város, ami ugye Karcagról beszélünk, ami egyrészt befogadott minket, nem csak megtűr, de támogatja a rendezvény, illetve van egy helyszín, ami a Akászliget fürdő itt Karcagon, akik szintén helyet biztosítanak, helyszínt biztosítanak ennek, hogy itt ezt a rendezvényt már sok-sok éve meg tudjuk tartani, és reméljük, hogy még évekig ezt ide be tudjuk hozni, ezt a rendezvényt. És ennek kapcsán készültünk egy jelképes ajándékkal, és szeretnénk a színpadra kérni Dobos László polgármester urat, Karcag város polgármesterét, illetve András István urat, aki az Akászliget fürdőnek az ügyvezető igazgatója. Szóval a lényeg az, hogy egy nagyon egyszerű, hát úgy mondom ajándékkal, de gyakorlatilag csináltattunk egy emlékplakettet, amit először kifele mutatok, vagy majd utána kifele mutatunk. Annyi van rajta, egy 15. karcagi motoros találkozó 2016. szeptember 16-18-a. Rajta van a Karcagváros logója, az Akászliget logója, illetve nekünk a szervezőknek a logója. És gyakorlatilag egy ilyen plakettről van szó, és ezt egy ilyen amolyan emlékplakettként szeretnék egyet átadni Dobos László polgármester úrnak. Egy ugyanolyan, semmi különbség nincs, tehát akár össze is lehetne cserélni. A másikat azt a Akászliget fürdő ügyvezető igazgatójának, András István úrnak szeretném átadni. Jó estét kívánok! Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, kedves barátaim! Én sem jöttem üres kézzel, természetesen nagyon becsülésemet szeretném kifejezni Sárta László úrnak és csapatának, akik valóban 15. alkalommal szervezték meg ezt a rendezvényt a legnagyobb örömünkre. És milyen meglepetés, én is készültem egy kis ajándékkal, amit szeretnék most átnyújtani Lacinak. Egy oklevél, amit szintén ki lehet majd tenni. Gratulálok! És természetesen egy gravírozott emlék plakett, amit remélem, hogy az oklevél mellé fognak tudni kitenni, és büszkék lesznek arra, hogy nagyon sok munkát belefektetve, de eredményesen dolgoztak az elmúlt 15 év alatt. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Mindannyiunk nevében köszönöm meg Lacinak ezt a produkciót, és nagyon-nagyon remélem és kívánom, hogy még sok 15 évet töltsünk együtt, és jöjjenek Karcagra, érezzék jól magukat az Akászliget fürdőben. Mai estéhez pedig kiváló szórakozást, szép élményeket kívánok. Dobos László polgármester úrral beszélgetünk itt a motoros találkozó kellős közepén. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon szép rendezvény volt, és jubileumi, amiben ön is köszöntötte a szervezőket. Büszke vagyok, hogy 15 alkalommal kerül megrendezésre ez a motoros találkozó. Örülök, hogy a főszervezőnek, Sánta Lacinak van ereje, kitartása, türelme ahhoz, hogy minden évben újra neki feszüljön ennek a munkának, de látható módon van eredménye, hiszen szerintem több mint 1000 részvevője van csak a vidékről jövőknek, akik ide látogattak motorokkal a városunkba, és hát még nagyon-nagyon sokan jönnek Karcagról és a környékről is, hogy a koncerten szórakozzanak és együtt dzsemborizzanak egy kicsikét. Beszélgettünk Lacival, és mondta, hogy ez egy igazán családias dolog, hiszen nagyon sok a visszajáró, akik pontosan amiatt a programok miatt jönnek, meg a hangulat és maga a környezet miatt, vidékről is és határunkon túlról is. A motorosok azok egy összetartó csapat, tudjuk nagyon jól, hiszen egy feelingje van azért a motorozásnak, és itt nem csak a sportmotorok, hanem a régebbi
oldtimerek is megjelennek, de egyformán kétüteműek, vagy már talán van olyan is, ami négyütemű, én nem vagyok nagy motoros, ezt bizonytalan vagyok, de valóban egy nagy családot alkotnak, és hát gondolom, hogy szájról szájra teljed a híre, hogy itt Karcagon minden évben van egy ilyen rendezvény, ami jól szokott sikerülni, jó a hangulat, jó a kiszolgálás, jó programok vannak, így nagy valószínűséggel ez adja, hogy örömmel jönnek, és egyre nagyobb létszámban teszik ezt. És hát a karcagiakhoz is hozzánőtt ez a rendezvény, hiszen a délutáni motoros felvonuláson, ahol több száz motoros elindult, az útvonalon mindenhol álltak, fotózták őket, tehát mindenki kíváncsi volt arra, hogy milyen csodákkal érkeztek most a vendégek. Hát valóban ezek a motorok azért nagyon, nagyon szépek és imponáló látványt nyújtanak, és miután hasonló időszakban van megrendezve ez a motoros találkozó, így már várja mindenki, én magam is, hiszen egy szép látvány, egy élmény ezeket a motorcsodákat végignézni, és hát miután eddig minden baj nélkül, gond nélkül zajlott évről évre ez a történet, a itteni lakosok is pozitív életélménnyel élik ezt meg, úgyhogy mindenki várja, az ide látogatók is, meg az itt lakók is ezt a rendezvényt. És hát reméljük, hogy még lesz 16., 20., 30., 41., 50. találkozó is, tehát hozzánő tovább is a városhoz ez a találkozó. Hát ebben én is nagyon-nagyon bízom, és erre biztattam Lacit is, hogy szervezett tovább, mi mindenképpen a segítségére leszünk továbbra is, és hát ne felejtkezzünk meg az Akácliget fürdőről és annak a vezetőségéről is, hiszen ilyenkor a súlypontja ennek a találkozónak itt van, és látható itt mögöttem talán a kamerában is fel lehet majd fedezni, illetve a képernyőkön, hogy dugig van a kemping. Ehhez persze szintén jó szervezőkészség kell, de az Akácsliget vezetősége is tartja a frontot. És hát azt gondolom, hogy az is vonzó lehet, hogy a medencéből nézik a koncerteket, tehát ez is egy plusz dolgot jelent itt Karcagon, hiszen nem mindenhol tudják ezt megtenni. Hát szerencsés helyzetben vagyunk, ez így van, a színpad elhelyezése is direkt úgy történik, hogy ezt meg lehessen tenni. Sok minden oka van, amiért szívesen jönnek ide az ország minden részéről. Reméljük, hogy jövőre is találkozunk. Köszönjük szépen! Én is remélem, még hosszú évtizedekig szeretnénk ebben a csodában részesülni. Remélem, hogy így lesz. Köszöntöm nézőnket a Déli Kulturális Központból, hamarosan kezdődik egy hangverseny, hogy mi is ez pontosan arról Móri Érénkével beszélgetünk, akinek karcagi kötődése is van. Mi is lesz ma itt pontosan? Magyar Nemzeti Filharmonikus Zenekar képviseletében járunk itt, az Úton a Zene program egyik állomása Karcag, az én legnagyobb örömömre. Gyermekeknek játszunk hangversenyt, kisebb műveket, rövidebbeket, de nagyon élményszerű lesz, és azt próbáljuk érzékeltetni, hogy a zene mennyire gazdag, és milyen sok öröm van benne. Azért gondolom, karcagiként mindig egy picit összeszorul a szíve, amikor jön játszani. Gondolom, ez most is így van. Persze, természetesen ez tulajdonképpen dupla kihívás a többihez képest. Nagyon örülök, hogy a volt tanárom Sipos Antal is itt lesz. Karcaghoz gondolom azért szép élményei vannak a zeneiskolához, akkori zeneiskolához, és most is itt ők is segítenek a művészeti iskolások, úgy tudom, ők is közreműködnek. Igen, tudtam, itt most 3 vagy 4 gyermek is játszani fog, hogy kíváncsian várjuk. Szép emlékei vannak a karcagi zeneiskoláról? Mindenképpen. Harmonikus koromban kezdtem, de akkor a bátyám már oda járt, és hát furuljáztam egy évet Sipos Antalnál, utána pedig fuvaláztam, és hát amikor itt készültem erre a hangversenyre, is gondolkoztam, hogy minden jut eszembe, és az is persze, hogy hogyan bicikliztem el mindig a zeneiskolában, vagy hogyan csúszkáltam télen a havas járdákon. De a duózások a tanárommal, az is eszembe jött, vagy az úttörő kulturális seregszemlék, tehát valóban sok-sok minden történt. Beszéljünk egy picit erről a mai hangversenyről, kik közreműködnek még önön kívül? Kedves kollégáim közreműködnek, akik szintén a
Nemzeti Filharmonikus Zenekar tagjai. Szekeres Gizella hegedűművésznő fog játszani, Fazekas Beatrix cellóművésznő és Jó Szabolcs ütőművész. Mindjárt ők megbecsült tagjai a zenekarunknak. Akkor reméljük, hogy nagyon szép ilyen késő nyári dallamok hangzanak el, és mindenki jól fogja magát itt érezni, de gondolom, hogy az is cél, hogy megszerettessék a gyerekekkel a zene tanulást is. Igen, mindenképpen, és ezért is példamutató ez a dolog, hogy hogy a felnőttek között, tehát úgymond a profi muzsikusok között a gyerekek is játszani fognak, és akkor így a többi gyermek is látja majd, hogy hová lehet eljutni szorgalmas gyakorlás után. Ez pont jó végszó, és épp azt akartam, hogy ön is példa lehet arra itt a karcagi gyerekeknek, hogy karcagi zeneiskolásként, művészeti iskolásként hova lehet eljutni. Én azt kívánom, hogy sokszor találkozunk még Karcagon. Ó, hát ez nekem is nagyon jó lenne. Köszönöm szépen! Köszöntöm nézőnket, Berekfürdőben Perge Józseffel beszélgetünk. Szeptember közepe van, és egy gyönyörű időben is tele van a kemping. Azt gondolom, hogy nem lehet panaszuk az idei nyára. Jól gondolom? Panaszunk nem lehet, mivel most nagyon szép az ősz. És ez az ősz azt jelenti, hogy akár hétvégén a fürdőnek a forgalma sokkal nagyobb látogatottságot élvez a fürdő, mint előző évek hasonló időszakában. És hát ha végignézzünk itt a kempingen, nem csak azért van ennyi lakókocsi, mert van egy kemping találkozó, ahol 38 lakókocsi érkezett magára a találkozóra, hanem ugye a régi törzsgárda német vendégeink azok augusztus végén, szeptember elején megérkeztek, és ezért van ez a sok lakókocsi. Igen, itt beszélgettünk velük, és mondták, hogy nagyon jó, és még maradnak hetekig, tehát azt gondolom, hogy ez önöknek is egy jó visszajelzés arra, hogy szeretnek idejönni. De milyen volt a szezon? Hát, tudom, hogy egész évben van, hiszen már van fedett rész, de vonjunk egy mérleget a augusztus végéig. Augusztus végéig a látogatottságunk, a fürdő látogatottsága és a szálláshely foglaltsága is több, mint az előző év hasonló időszakát, ha összehasonlítjuk. Egy olyan 300 ezer vendéget fogadtunk körülbelül a fürdőbe. Nyilván megvan ennek a pontos száma is, csak most nem tudom megmondani, de körülbelül ennyi lesz. Ami igazán érdekes, hogy a szezon nagyon hektikus volt. Az időjárás, ugye egy fürdő és strand életébe mindig meghatározó. Na most amikor július 14-e körül, ha jól emlékszem, 15 fok volt szombaton, esett az eső, 16 fok volt vasárnap, mert már melegedett az idő, nyilván az azt jelentette, hogy akkor nem volt vendégünk. Viszont az elmúlt hetekben, hétvégén, főleg hétvégén, hogy visszajött ez az őszi 30 fokos nyár, ez azt jelenti, hogy valahogy kompenzálja az akkor kiesett vendégforgalmat. Nem kívánok sokkal-sokkal több vendéget egyébként a fürdőbe. Gondolom, hogy ennek az a családiasság megtartása is az egyik oka. A fürdőnek van egy befogadó képessége. Na most a befogadó képességet ugye zöld területre, medence felületre számolják ki. Ha tényleg annyi vendég van, amennyi a fürdő befogadó képessége, az a határ. Mi ezt nem értük el, tehát addig elmehetünk, mert ugye 8 négyzetméter egy főre számítva azért az elég jelentős terület, de a befogadó képességünk felett már én nem gondolnám, hogy jó lenne az nekünk, hogy a vendégek ne érezzék jól magát, hogy ne tudjon úgy árnyékba húzódni, vagy ne tudjon úgy napozni, hogy másokat ne zavarja, vagy őt ne zavarják mások. Ezért jó az, hogy elődeink, őseink ennyi sok fával ültették be a fürdőterületét, és annak a gyümölcse most érik be. Magyarul tényleg vannak nagyon jó árnyékos helyeink, vannak napos helyeink, és a vendég, amikor idejön, és azt érzi, hogy ha én most árnyékba akarok menni, oda tudok menni, ha napra, akkor oda tudok menni, akkor az a vendég jól fogja érezni magát, és visszajön legközelebb is. Januártól vezeti a fürdőt, tehát ez az év már az, amit ön szeretett volna. Gondolom, hogy vontak már egy mérleget, hogy mi az, ami jó volt, mi az, ami nem. Itt az emberekkel folyamatosan beszélget. Visszajelzések fontosak az ön számára? Igen, nekem nagyon fontosak. Nagyon fontos a negatív, és nagyon fontos a pozitív visszajelzés is. Pozitív visszajelzést nem kell megmagyarázni, a negatív visszajelzést meg nem magyarázni kell.
hanem megoldani azt a problémát, amit az a vendég vagy vendégkör jelez. Én úgy gondolom, hogy sikerült a kollektívát úgy irányítani, hogy összerázni, hogy mindenki érezte, hogy első a vendég, és ennek megfelelően próbáltunk mindent megtenni. Ha olyan igény volt, hogy most ők szeretnének itt, ide jött egy buszcsoport Borsod megyéből. Fölhív előtt a hölgy, hogy szeretnének itt egy bográcsgulyást megfőzni, meg egy töltött káposztát a labdarúgó csapatnak, mert egy sportcsapat volt. Természetes volt, hogy megoldottuk nekik a problémáikat, hogy érezzék jól magat. Ez egy apróság. De ezek az apróságok azok, amik a vendégeket itt tartják, amik a vendég érzi, hogy nem egy rideg vendéglátás folyik nálunk, hanem egy kicsit ez a családias, ez a tehát ilyen típusú vendéglátás. Hogy mit sikerült megvalósítani, mit nem. Már egy múltkori riportban elmondtam, hogy az Oválmedence problémáját, azt megoldottuk ideiglenesen. Nagyon sok műszaki problémánk volt, aminek a karbantartását időben elvégeztük, tehát ezek mennek, és továbbra is ugye dolgozunk azon, hogy legyen ősszel egy önálló szaunaházunk, egy kis finn szaunával, egy 10 személyessel. Továbbra is dolgozunk azon, hogy a biztonságossá tegyük a fürdőnek az ivóvízellátását, mert sajnos az nem biztonságos. És sorolhatnám még, hogy hol akarok még járdát építeni, tosolót felújítani. 32 pontba írtam össze múlt héten, hogy milyen apróságokat kell megcsinálni tavaszra. Hát akkor feladat az van bőven, de azt gondolom az elmondottak is alátámasztják azt, hogy nem véletlenül lett 5. helyezett az év feltörekvő fürdője között a Bereki, úgyhogy ehhez azért gratulálunk. Köszönjük szépen. Jól esett, mert ez is egy vendég visszajelzés, hogy nyilván azok lájkolják ezt ezen a szavazáson, a szavazatukat azok adják Berekfürdőhöz, akik itt tényleg ismerik is, és jól is érezték magukat. Én köszönöm mindenkinek, aki ezt megtette. Reméljük, hogy jövőre meg esetleg még a dobogót is sikerül megcélozni, ehhez jó munkát kívánunk Önöknek. Köszönjük szépen, és várjuk Önöket télen is. Minden tévénézőt várunk, mivel a fedetben működő élménymedence, gyógymedence ez egész évben üzemel és az Önök rendelkezésére áll. Kedves nézőink, Háttér című magazin műsorunk következik, melynek mai vendége Kis Mihályné Julika néni, aki a közelmúltban gyémánt diplomát vehetett át Szarvason. Köszöntöm kedves nézőinket, mai vendégünk Kis Mihályné, aki a közelmúltban gyémánt diplomát vehetett át. Julika néni, szeretettel köszöntöm stúdiónkban, örülök, hogy eltetszett jönni és elfogadta meghívásunkat. Szeretettel köszöntöm én is a kedves nézőket és a kedves riportereimet. Julika néni, tessék nekünk arról mesélni, hogy mikor volt ez a gyémánt diploma átadó és hol volt ez az ünnepség? Ez a gyémánt diploma átadó most volt. 2-3 héttel ezelőtt Szarvason, a főiskola már ennek egy rendkívül tapasztalt, szép szervezője, és olyan meghitt közösségbe a közeli kis templomban, az főiskola melletti templomban szokták szervezni általában minden intézményi rendezvényt, ahol maga a környezet is biztosítja azt a kellemes hangulatot, és maga a szervezés az egy rendkívül impozáns, kedves, rövid beszédet tartottak a dékán úr, a polgármester úr, de azok olyan kedves köszöntők voltak, amivel azt hiszem szívesen emlékszünk mindannyian. Utána gyermekműsorok voltak, nagyon kedvesen köszöntöttek az óvodások, a főiskolai hallgatók bennünket, és aztán amikor sorra kerültünk, kiosztották, a dékán úr átadta nekünk a gyémánt diplomát, nagyon boldogok voltunk. Mit jelent Önnek ez a gyémánt diploma? Hát sok-sok évet, de sok-sok örömet is. Visszaemlékezve erre a 60 évre, mert ugye már 50 éves évfordulón kaptam az
aranydiplomát, most a gyémántdiplomát. Tehát hát azt ez, 60 év után adják. Ez 60 év után, igen, és hát ez már ugye egy nagyon hosszú távú dolog. Tényleg úgy érezzük, hogy gyémánt. Beszéljünk most a pályájáról Jolika néninek, ha visszaemlékezik azokra a mozzanatokra, amelyek fontosak voltak az életútjában. Például hol végezte az iskoláit, hol született, hol járt iskolába? Hát én eredeti karcagi vagyok, szüleim, nagyszüleim, mindenki. Itt nevelkedtem. Kunszentmártonban a középfokú képzőt végeztem, mert akkor még középfokúak voltak. Utána 65-ben végeztem a felsőfokú óvónőképzőt Kecskeméten, és aztán sok egyéb tanfolyamot még a 60 év alatt, ami szükséges volt a munkámhoz, pszichológiai, pedagógiai tanfolyamokat, amit a megyei tanácsművelődési osztálya szervezett. Tehát akkor fontosnak tartotta azt, hogy mindig képezze magát, mindig tanuljon valami újat. Hát ez mindig volt. Újabb feladataim voltak. Amikor elkezdtem, bizony akkor még az óvodai élet olyan volt, hogy 50-es létszámú csoportokba kezdtünk, ha visszagondolunk, és azért úgy próbáltuk a gyerekeket nevelni, hogy még ma is úgy szívesen emlékszem vissza, sok-sok vezetőbeosztású tanítványom van, igazgató, sőt még államtitkár úr is, akik oda jártak a csoportba, és így megnyugtató, hogy azért abból a csoportból is úgy fejlődtek a gyerekek, ahogy szerettük volna. Beszéljünk most arról, hogy ha visszaemlékszik, akkor mikor döntött el, hogy ezt a foglalkozást, hivatást szeretné majd választani? Mikor érezte azt, hogy gyerekekkel kell majd foglalkozni hát a munkája során? Elég korán volt, mert középfokú óvónőképzőbe, ugye akkor megyünk általános iskola után. Igaz, hogy testvérem. Tehát ez már tudatos volt ez akkor? Már, hát úgy testvérem nem volt, de a környező gyerekekkel én mindig nagyon szerettem foglalkozni. Szerveztünk műsorokat ott a szomszéd gyerekekkel, tudom, akkor is színdarabokat magunknak megírtuk, előadtuk, hát ott az udvarunkba. És úgy sok kis gyerek csak volt körülöttem, és úgy éreztem, hogy hát hova is menjek. És olyan sok kedves emlék is van szülők által, szomszédok által, hogy úgy döntöttem, hogy én ide megyek. És ott nagyon jó helyem is volt. Ma is azt mondom, hogy igazán nagyon örülök, hogy oda kerülhettem. Foglalkozás volt ez, vagy hivatás? Kérem? Foglalkozás volt ez, vagy hivatás? Hát inkább hivatás, igen. Hát ugye ez csak hivatásként lehet kezelni, mert ez egy olyan szakma, ahol elsősorban a gyermek szeretet, mindenképpen a gyermekismeret, és annak alapján kell kezdenünk a különböző, akár foglalkozás, szabadidős nevelés mindenképpen. Ha ez nincs meg valakibe a hivatás, akkor az csak olyan kényszermunka. Beszéljünk arról, hogy hogyan alakult a pályája, milyen munkahelyeken dolgozott, milyen beosztásokban. Hát én a pályám során azt hiszem a 60 év, hát már nem 60 év, mert 38 évet dolgoztam aktívan. Akkor még 55 év volt a nyugdíjkorhatár, és akkor én el is mentem. Közben a 38 év alatt szinte minden beosztását megpróbáltam az óvodai életnek. Különböző felkérésekre, először egész fiatalon, 20 éves korban lettem a központi óvoda vezetője, akkor még én is gyermekcsoportban dolgoztam több évig, majd innen a megyei tanács felkérésére kerültem Tiszafüred járásba, függetlenített óvodai felügyelőként, ott a járási tanácsnál dolgoztam. Ez mit jelentett ez a beosztás, hogy függetlenített óvodai felügyelő? Ez egy általános felügyelet volt, hát azok a járásnak a Kócsújfalutól kezdve a kis településekig minden óvodáját kellett járnom. Nagyon megpróbáltató feladat volt, mert nem csak a óvodőkkel, a gyerekekkel, a tanácselnökökkel, mindenkivel, ugye abban az időben még úgy ment, hogy bizony onnan származott anyagiak, minden, és sokszor kellett olyan simításokat végrehajtani, nehéz feladat volt, hogy ezt azért az óvodák lássák használt. És akkor, mikor elmentem, úgy tettem be magam után Karcagon a kaput, hogy az akkori vezetőimet megkértem, hogyha vissza akarok jönni, ugye jöhetek. Hát azt mondták, bármikor, nyitva áll. Hát ez egy 3-4 év múlva bekövetkezett,
mert én Karcaghoz mindig vonzottam, itt születtem, és úgy éreztem, hogy azért csak itt van a helyem itthon, nem beszélve arról, hogy a családi körülményeim is ide kötöttek, a házasságom, az öreg szüleim, akik nagyon számítottak rám, és így nagyon boldog voltam, amikor visszajelentkeztem, és tárgykarokkal vártak. Azonnal kineveztek a Csokonai úti óvoda vezetőjének, mikor onnan éppen akkor ment el a vezetőóvónő, és akkor ott dolgoztam évekig, mint vezetőóvónő. Majd amikor 80-ban, ez nevelés történeti szempontból is nagyon lényeges, egy új óvodát nyitott a Karcagon, a szép Zöldfa utcai óvodát, és akkor oda helyeztek vezetőóvónőnek. Bizony az is nehéz feladatok voltak, az udvart teljesen akkor kezdtük rendezni, füvesíteni, a fákat ültetni, amik ma már olyan gyönyörűek, úgy nézem, hogy mikor ültettük azt, és azóta, hogy megnőttek, és ott dolgoztam, onnan mentem nyugdíjba, de közben megint olyan neveléstörténeti szempontból nagyon lényeges változások következtek, hogy az óvodákat gazdaságilag, tanügyigazgatásilag 1980-ban a rendeletek alapján önállósították. Nem olyan intézmények voltak, mint ma, hogy egy hatalmas városi, hanem 4 kis önálló gazdasági egység lettünk, és ebből én a 3. számú óvodai egység vezetőjének kértek föl, elvállaltam, megpróbáltam, mert mindig szerettem az ilyen új feladatokat, meg kellett érte küzdeni, de mikor eredmény volt, akkor nagyon boldog voltam. És mindezt addig csináltam, közben volt a felügyeleti tevékenységem is, amit Karcag, Kisújszállás, Törökszentmiklós városokba végeztem. És akkor jött egy miniszteri rendelet, hogy ezt külön kell választani, mert ez 2 olyan embert igénylő feladat, és olyan emberséges volt az akkori megyei tanács művelődésügyi osztálya, hogy ránk bízta, melyiket válasszuk. Hát pillanatnyilag sem volt olyan gondolatom, hogy én azt választom, hogy menjek megint, hanem itt maradjak az intézmény élén, és ezt választottam, és ma is nagyon boldogan gondolok arra, mert onnan mentem nyugdíjba. Aztán úgy bedolgoztam magam abba a kis egységbe, oda tartozott hozzám a Kinizsi úti óvoda, a Takács Péter és a Zöldfa úti óvoda. Ezeknek az embereknek a összes gondját, baját, nyugdíjazástól kezdve áthelyezés, tehát az összes személyügyi dolgokat intézni kellett. Még akkor volt a GAMESZ, az még nagy mértékben besegített nekünk a gazdálkodásba, de azért nagyon nagy figyelemmel kellett kísérnünk. Voltak olyan vélemények egy-két igazgató részéről, mikor leválasztottak bennünket, hogy hát ezek az óvónők januárban már egy fillérjük se lesz, ezek mindent elköltenek. Nem csak ezért, hanem mindenképpen igyekeztünk megmutatni, hogy bizony januárban mi többlettel zártunk, maradékunk volt, pénzmaradványunk volt minden évben, annak ellenére, hogy nagyon szűkös keretekből igyekeztünk azért mindent biztosítani a gyerekeknek. A szülőkkel különösen jó kapcsolat kellett ehhez, hogy a feltételeinket biztosítjuk. Ők maguk ajánlották fel, hogy szalvétát, vagy esetleg ilyesmit behoznak, mert ezt kérni nem kértük soha, csak mondtuk, hogy ha úgy látják, hogy náthás a gyerek, vagy igényel, akkor hozzanak be neki zsebkendőt, mert mindig nem tudunk mindent adni, nem voltunk mindig olyan helyzetben. Lehet ugye hallani manapság is az óvodák életéből, hogy a szülők segítkeznek, akár ha festésről van szó, fogast csinálni, stb., hogy abban az időben volt ennek úgymond hagyománya, tehát a szülők mentek-e például szenetlapátolni, vagy mászókákat rendbe tenni, lefesteni. Igen, hát különösen olyan új intézménynél, mint a Zöldfa utcai óvoda is volt, hogy semmi nem volt. Bizony a szülők segítségére nagy szükség volt, aki asztalos volt, abba segített, aki villanyszerelő, az abba segített, tehát minden szakmunkás szülők, abban az időben is nagyon sok olyan szülő volt, amely készségesen segített, vagy ünnepségek megszervezésében, bármire kértük. Én úgy emlékszem a szülőkre, hogy igazán nagyon sokat segítettek a munkánkban.
Hogyan tudták a gyerekeknek biztosítani azokat a feltételeket, hogy a nevelési munka zökkenőmentes legyen? Tehát például ugye manapság feladatlapok vannak, ha jól tudom, az óvodákban, tehát különböző foglalkozásokon vesznek részt a gyerekek. Akkoriban hogy működött ez? Hogy működött az óvodai élet? Hát nagy szükség volt az ügyeskező óvónőkre, azok sok mindent elkészítettek, bizony abban az időben is voltak feladatlapok, de volt olyan, hogy maguk az óvónők készítették, és azt alkalmaztuk. Milyen kedves emlékei vannak, ha visszagondol a pályája során, amelyek meghatározóak voltak? Hát tulajdonképpen az minden mozzanata a gyerekek, kell való foglalkozás. Amikor az emberekkel foglalkoztam, akkor azok a visszajelzések, amit együtt eltöltöttünk, azt is mindig úgy próbáltuk, hogy a gyerekekről beszélgessünk. Ha nevelőkkel beszélgettem, és a kiinduló pont mindig a gyerek volt, és azok a sok továbbképzések, amelyeket tartottunk itt Karcagon is, mert szükség volt azért rá, hogy nagyon sűrűn havonta szakmai megbeszélések, ezek nagyon kedvesek voltak, összejövetelek is voltak egyben, szakmai dolgokat átbeszéltük, bemutató tanításokat végeztünk szinte minden óvodában, nagyon jó eredménnyel, jó hangulatban próbáltunk meg lenni, akkor is, ha bizony voltak néha problémák, anyagilag se álltunk olyan jól, de hát azért megpróbáltuk azt átvészelni. Gondolom, hogy manapság is figyelemmel tetszik kísérni az oktató-nevelői munkát az óvodákban. Ha így összetetszik hasonlítani, ugye régen lassabb volt az élet, ma már mindenki rohan, gyorsan beviszik a gyerekeket, mindenki megy dolgozni, később tudnak értük menni. Melyek a meghatározó különbségek? Tehát ha összehasonlítja a kettőt, akkor a régi volt-e a jobb, vagy a mostanit látja jobbnak, vagy hogyan látja a különbségeket? Hát tulajdonképpen mindegyikben volt jó is, nehéz is, mert ez minden munkakörben így van. Én nagyon örülök annak, hogy most már sokkal modernebb környezetben, magasabb színvonalon, mindenképpen úgy, ahogy a társadalom is fejlődött, ehhez az óvodák nagyon igazodnak, és Karcagváros óvodái különösképpen nagyon örülök, hogy sokszor látom a tévébe, hogy olyan pedagógiai központ lett, ahova ide járnak a környező nevelők is, és annál is inkább, hogy a lányom is ott vezető, tudok róluk mindent, és nagy érdeklődéssel várom mindig az újabb rendezvényeket. Ha tudok, koromnál fogva elmegyek, szívesen megnézem, és nagyon örülök annak a gyermekszereplőknek, amelyeket ott mutatni szoktak. Úgy gondolom, hogy ez a mai kornak éppen megfelelő. Azt tetszett mondani, hogy akkoriban ilyen 50 fős csoportok működtek. Igen. Ez ma nagyon soknak tűnik. Hogy tudták ott megoldani a felügyeletet, a rendet, azt, hogy minden gyerek le legyen foglalva, le legyen kötve? Hát bizony, az nagyon nehéz volt. Akkor is egy dajkai segítséggel dolgoztunk, amit úgy nagyon nem is tudtunk igénybe venni, és hát már úgy próbáltuk szokatni a gyerekeket, óriási termek voltak, és az, ugye ott jól elfértünk, játékban, mindenhol, és úgy a gyerekek valahogy megszokták azt a rendet, hogy azért ott mindennek van helye, erre neveltük őket, játékokat, mindent a megbecsülésre. Nagyon nehéz volt, de aztán ahogy alakult a társadalmi helyzet, úgy egyre több helyen szétválasztották a nagy termeket, közfalakat húztak, és ez nagyon lényeges volt, hogy akkor már a 25-30-as létszámú csoportok kezdődtek kialakulni. Amikor eltetszett menni nyugdíjba, akkor hogyan kezdődtek, ha így visszatetszik emlékezni, igen, a nyugdíjas évek? Mert ahogy most eltetszett mondani, igen, a 38 év az nagyon aktív volt, igen, továbbképzések, különböző munkahelyek, tanulás, igen, hogy tetszik visszaemlékezni? Hát nem volt furcsa? Én nekem annyira jól indult a sors kezéből, hogy ahogy január 1-én eljöttem nyugdíjba, akkor tavasszal született az első unokám, és akkor már engem ezt töltött el, hogy nem összeroppanva nyugdíjasként hazajövök, hanem vártam. 2-3 hónap múlva megszületett Boglárka,
akivel aztán nagyon sokat foglalkoztam, annyira lekötött, annyira, hogy én arra nem gondoltam, hogy jaj, hát miért, és mit is jelented most nyugdíjasnak lenni, és nem szomorkodtam egy percet, se inkább örültem. Aztán 6 év múlva, Boglárka után megszületett a kisebbik unokám, hát az megint egy újabb feladat volt, kettőjükkel is foglalkoztam. Így úgy igyekeztem őket vinni az óvodába, hogy ne túl korán. Ha én vittem őket, akkor inkább úgy később, és akkor úgy együtt nagyon sokat voltunk otthon, így a lányom is elmehetett dolgozni, nem kellett gyesre jönni, ami nekem nagyon jó volt. Éreztem azt, hogy van feladatom a családdal, most is nagyon szeretek velük foglalkozni, pedig hát már elég nagyok, és már nem úgy kell velük foglalkozni, de azért olyan kedves emlékek. Nekem a nyugdíjas évek kezdeteit ez töltötte ki. Manapság mivel foglalatoskodik szívesen? Van esetleg hobbija? Hát manapság is nagyon leköt a családom, és szeretek otthon segítkezni. Még a nagyobb gyerekeknek is, ha itthon van a nagyobbik unokám, hogy Budapesten dolgozik, meg még tanul is, akkor vele is sokat beszélgetek. A kisebbik pedig ide jár a református gimnáziumba, hát arról is sokat beszélgetünk. Ő is szívesen elmondja az élményeit. És amit tudok, még most is olyan természetű vagyok, hogy sok a feladata neki, és akkor úgy szívesen segítek abban is. Aztán igyekszem úgy olvasni, rejtvényt fejteni, ami azért időskorban már nagyon kell, hogy az újságot minden reggel azzal kezdem, a Szolnok megyei néplappal, azt nagyon szeretem, benne van Karcagtól kezdve az egész megye, azon kívül a tévéműsorokat is, mind olyat, ami akár politikai műsor, akármi, azért napra készen igyekszem lenni ebben a korban is, hogy sokszor kérdezik tőlem a szomszédok, és mondom nekik, hogy mi újság van, akár politikában, akár a szakmában, akárhol. Köszönöm szépen, hogy eltetszett hozzánk jönni, és hosszú, boldog nyugdíjas éveket kívánunk. Köszönöm szépen, viszont mindenkinek jót. Kedves nézőink, már megköszönöm figyelmüket. Kedves nézőink, már a megköszönöm megtisztelő figyelmüket, hívjanak bennünket, vagy írjanak nekünk bátran, és ne feledjék, hogy akkor is értesítsenek bennünket, hogyha bármi rendkívüli szokatlant látnak az utcákon. Maradjanak velünk, mert egy rövid reklám után folytatódik a Karcag Televízió adása a jövő heti viszontlátásra mindenkinek.